folytatódjon, hátra fele. Hogyha összeér, akkor lehet a tetején is. Semmit nem baj, ha magasabbra. Rendben, menj egy kicsit hátra, te is bele tudsz nyúlni ott a kupacba. Fogd meg a másikat. Úgy? Te is, rendben, hogy hátrébb jön. Vigyázz, Sanyi, el ne boríts. Gyere, Benni, te is. Most már magasabbra építsük a kerítést. Jó, ne menj rá a hátára, nem tudunk építeni. De akkor összeér? Na még a Csomagyi Laci tájéknál kell összeérni a technáival. Jó. Kinek nem jutott hozzá? Tessék, Viki, építheted magasabbra. Van még csak jó, gyere csak egy picit, Járosi Laci. Nálén mellett is van, mi? Ott is minden öt a másik szakot. Úgy jó? Úgy. Nagyon szép torony lett, de itt ki tudnak szaladni, hogy ezekbe zárunk ide. Úgy építsük körbe, hogy legyen neki kapuja. Sanyi, új ki belőle? Félin építsük, gyerekek, körbe. Nem hibáztat senki, egy kicsit hátát kellene építeni. Na, én úgy látom, nagyon szép lett, most már bele kellene markolni a feleslegek, ami Azért, mert vannak csungelyen, meg ma vadászik. Vadászik?
nem ezek senki, hanem magam szerzi az ellenséget, és hol lakik? Vadonban! Vadonban! Senki nem itt lesz. Na, akkor indulok! Választ egyet! Macskapuma! Tigrist választottál? Nem, macskapuma! Milyen állat az, Patrik? Vadállat. Vadállat, ügyes vagy és kívülre tetszel. De nem lehet itt. Adi? Milyen állatot választottál? Disznó. Hova tetszel? Hova tetszel? A vadállatba. Belőre. És milyen állat? Disznó. Házi állat. Milyen hangot ad ki? Hogy mindenki megjegy. Na, mit választottál? Milyen állat? Hova helyezett? Háziállat.
nagyon ügyes. Még nagyon ügyes. Meg a többieket is, jó? Bálint jön. Gyere, Bálint. Nézd csak, van olyan sok állat, amiket még nem is láttok egyesen. Mit választottál, Bálint? Hova teszed, Nana? Disznóolda, és milyen állat? Berakhatod a házi állat. Házi állat, ügyes vagy, tedd be gyorsan akkor. Zsóka, te jössz. Közben Szandika is figyelheti, mit fog választani. Na gyorsan. Szandi, gyere, választ te is. Vannak itt olyanok, amik még nem voltak. Az sem volt még. Na, én adok egyet, gyorsan, 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 mert most már adom, osztom. Jössz, Attila? Szandi, választ te is egyet. Nagyon jó, Szandika, mit választottál? No. Igen, milyen állat? Kutyát. A firka milyen állat? Kutyát választottam. Szandit hallgatjuk. Hol él a bárány? A bárány. Így van, a ház körül, igen. Ide szed a kerítésbe, jó? Házi állat. Zsóka, mit választott? A kutyát. Kutyát, hol él a kutyát? A ház körül. És milyen állat? Házi állat. Ügyes vagy. Na, én még hoztok egyet. Tessék, milyen állat? Nagyon ügyes vagy. Szedd el. Mi a neve? Mi a neve? Zsiráf. Hoztok egyet. Nem tudom menni nekem a szigli. Vinziló. Milyen állat? Nekem javar. Nagyon jó, helyezd el. Javar. Menni nekem ciglis kell. Milyen állat? Lovacska. Tedd be. Gyere, kapta. Nekem kell. Nekem lovacska. Milyen állat? Figyeljük egymásra. Edinánál van. Milyen állat? Nekem egy kutya kell. Vadállat, és hogy figyelhetsz a vadállatot? Segíts meg! Zebra! Nem, nem, nem! Zebra! Nagyon ügyes vagy, Zebra! Ahol én nekem cigis kell! Nagyon kapnál! Milyen állat? Elefánt! Elefánt és házunk! Szerintem okosabb dolgot tudja Attila. Na, milyen állat? Szerintem így békésen meglesznek egymás mellett, igaz, hogy elvannak a kerékpás? Jó, én most kérném szépen vissza az állatokat, mert más fogunk játszani. Gyerekek, először az állatokat, utána a kerékpás. Mindenkinek a kis kezére szükség van, hát a kerékpás. Aki ide jön majd a... Én sem állítom! Hát, a
szeret a fűben szaladgálni, bokrok tövébe elhúzódik, ha érzi, hogy veszélybe kérdik. Kakas! Három! Tyúk! Elég kis dömök is vastag, tyúknak hívjuk őket. Tyúkanyó! Na és volna egy kérdése. A tyúk mivel szaporodik? Tojással! Tojással nagyon ügyes vagy. És azok, akik nem tojással szaporodnak, hogy hívjuk őket? Nyuszi! Elevenszülő! Hallottad? Elevenszülők! Ilyen a nyuszi. Tudunk még olyan állatot mondani, amelyik elevenszülők? Nem? Na, hogy az Lacika? A kacsa! Az tojással szaporodik, Rebi? Az tojással szaporodik. Tudunk mondani olyat? No. Disznó. No. Disznó. Macska, kutya, sőt még a kisegész. A vilása. Van, és nagyon szeret a vízet. A tűnkúrbalba is szívesen el van. Na, osztom a kártyát, aki kapom kártyát, megszámolja, hány köt van a dominóját. Majd ide jön az állatkárhoz, és annyi állatot tesz bele a karikába, ahány köt van a kártyáján, jó? Én is akarok belőle kapni! Na gyere akkor ide! Gyere! Kapni! Néni! Néni! Hát, tudod, aki itt ül, azt tudom figyelni, hogy gyere ide! Gyere, szépen üljön, mert akkor nem fogunk tudni. Gyere csak ide! Benni is itt van, itt vigyázunk egymásra. Na, Szabolcs megy a kacsához, Rebi a tyúkanyóhoz, Sanyi jöjjön a nyuszihoz, Edina pedig a kalaphoz. Annyi állatot tegyél a karikába, ahány dominó köt van a kis napodon. Mi csücsüljük vissza és figyeljük, ellenőrizzük. Csücsülj vissza! Utána fogsz majd te is jönni. Jó? Nagyon jó helyen vagyunk, így egy csomóban. És hát Edina készen van. Jó, aki készen van, üljön szépen, onnan tudjuk majd. Sanyi, számold át még egyszer. Na, úgy jó neked? Három. Mi három? Három nyuszid van, és hány kötyöd van? Négy! Hát akkor mit csináljunk még? Játszunk pikáltát! Egyet még egyet a tálcáról a karikába. Így most már jó, Szabolcs? Sikerült, Szabolcs? Na, neked így jó, Szabi? Számold meg, hány köt van a tálcáról? Jó, most a kacsákat számold meg. Egy, kettő, három, négy, öt. Na, mit csináljuk? Kettőt még